December 1-én 29. alkalommal rendezik meg a Nagy Sándor József 51-es számú híradó és dandár vezetősége adventi hangversenyét. A 90-es években megálmodott koncertet minden évben megszervezik, amelyen mindig népes közönség hallgatja az ünnepi műsort. Ez már a 29. adventi hangverseny, úgyhogy félszemmel már kacsingatunk a 30. jubileumra, de most idén a 29. hangversenyünk van, és túl vagyunk már jó néhány próbán, énekes vendégművészekkel és külön is. Nagyon-nagyon színes műsorra számíthatunk. Nagy öröm számomra, hogy elmondhatjuk, hogy idén is csatlakoznak hozzánk zenész-művész barátaink. Spányi Antal megyés püspök a programnyitányaként beszédet mond, majd meggyújtja az adventi koszorú első gyertyáját. Ezután következik az adventi hangverseny, a székesfehérvári helyőrségi zenekar Jónás Krisztina, Radics Éva, Fehér Adrien, Rezsnyák Róbert, Tóth Marcell részvételével. Az előadáson Ruf Tamás őrnagy vezénye. A műsort azért mindig úgy igyekszem összeállítani, hogy legyenek benne már olyan a nézők által nagyon várt és újra hallgatható tételek is, amik az gyakorlatilag elengedhetetlen részét képezik az adventi felkészülésnek, és természetesen idén is készültünk újdonságot. Tehát december 1-én 19 órakor várják a Szent István Székesegyházba a székesfehérvári helyőrségi zenekar koncertjére a klasszikus zene szerelmeseit. Akik azonban nem tudják élőben meghallgatni a koncertet, később a Fehérvár televízióban láthatják majd a hangversenyt.